Donald Trump volt amerikai elnöknek, 44-ről 48%-ra növekedett a támogatottsága a republikánus párti szavazók körében. Ez derül ki a Reuters friss felméréséből, amelyet azután készítettek, hogy Trump ellen vádat emeltek. Azt is megállapította a Reuters, hogy az összes megkérdezett 51%-a szerint politikailag motivált a vádemelés Donald Trump ellen, de republikánus megkérdezettek 80%-a vélekedett így. A volt elnök ellen a Stormy Daniels pornószínésznőnek állítólag törvénytelenül kifizetett és elszámolt hallgatási pénz ügyében, valamint a költségvetési és kampányfinanszírozási törvények megsértése miatt emeltek vádat. A következő évi elnökválasztáson indulni kívánó Trump ártatlannak vallja magát, az eljárást ő is politikai indítékúnak minősítette. Ez volt egyébként az első alkalom az Egyesült Államok történetében, hogy egy volt elnök ellen büntető eljárás indult, és akkor azt hiszem, hogy minden tételmondatot felsoroltam, ami a médiumokban most olvasható az üggyel kapcsolatban, itthon is egyébként külföldön egyaránt. Rajnai Gergelyt, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét hívtam föl. Miután az ügyről magáról, a részletekről nagyjából ezekben az órákban szerez részletesebb tudomást talán a világ, ugye magyar idő szerint ma reggel, amerikai idő szerint, hogy is van, tegnap délután hallgatták meg Donald Trumpot, ezért elsőként inkább ilyen általános vagy politikai napirend, kommunikációs szempontból kérdezném, hogy miért van az, hogy szinte többet szerepel Trump neve az amerikai sajtóban, mint egyébként talán a regnáló elnöké? Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy egyszerűen a médiában Trump mindent üt, tehát mi is most róla beszélünk, de bárhol másra is, hogyha Trump jelenik meg, Trumppal kapcsolatos botrányok, sokkal több embert érdekel, mint akármit csinál Biden, vagy egyébként akár melyik másik amerikai politikus. Tehát ez már önmagában egy motiválja egyébként a médiát, hogy ezzel foglalkozzanak. Másrészt pedig ez tényleg egy precedens nélküli dolog, hogy aktív büntető eljárás induljon egy akár volt, akár jelenlegi amerikai elnökkel szemben. Tehát ebből a szempontból is ez mindenképpen érdekes. Tehát ez egyértelműen egy politikailag is érdekes, és jogilag kevésbé érdekes ügynek tűnik egyelőre, és ezt viszont azért hosszasan lehet majd követni feltétlenül a következő időszakban is, mert azért ez egy komoly, nagyon sok vádpont van, Trump mindegyikben ártatlannak vallotta magát, tehát ennek megfelelően arra lehet számítani, ez egy elhúzódó per vagy eljárás lesz. Hát ugye azt mondják, hogy a következő meghallgatás az december 4-én lesz. Hát mit csinálunk addig 7-8 hónapon keresztül? Vagy mi tart addig, hogy 7-8 hónapig most folytatódhatnak az elemzések, értékelések, a politikai indítatású kampányok és kommunikációs tételeknek a meg napirenden tartása? Miért kell ez december 4-ig húzni? Miért a jogi procedúrának, hogy további feltárás, bizonyítási lépések jönnek, tehát igazából ez nem a rendes tárgyalásnak a megkezdése volt igazából ez a tegnapi mai eljárás kezdés. Valójában igazából politikailag ennek nagyon sokára lesz vége, ha egyáltalán valaha, hiszen ezt az ügyet azért már jó régen ott van az amerikai közvéleményben, ez az ügy most már tényleg lassan ilyen 6-7 éve. De éppen ezért áll a kérdés talán, hogy érdek, hogy napirenden tartsák, elhúzzák, hogy ha már úgy fogalmazott, hogy a tárgyalás része az azért sokára fog, vagy később fog csak tárgyalás részére később fog csak sor kerülni, lehet arra összegekkel fogadni, hogy valószínűleg az amerikai választási kampány időszakára fog ez esni? Elég valószínű, és egyébként elsősorban azért, mert Amerikában annyira fontosnak tartják a demokráciát, és az intézményrendszer annyira demokráciára épül, hogy sokkal több pozíció választással kerül megerősítésre, kinevezésre, mint más országban. Így például az ügyészi pozíciók egy jelentős része is közvetlenül választott, tehát a ügyészi pozíciókért is kampányolnak, és hát a jelenlegi New Yorki ügyész, aki ugye demokrata színekben indult, neki is kampányolnia kell majd ugye a saját pozíciójáért. Tehát amikor egy ügyész csinál mondjuk egy politikailag releváns lépést Amerikában, akkor annak egészen közvetlen kampány funkciója is lehet, ami más országokban kevésbé elképzelhető. Tehát itt elsősorban
Természetesen nyilván az általános demokrata célok, vagy az általános republikánus célok is előjönnek egy ilyen ügyben, de egészen konkrét személyeknek is a kampányát is ez építi, akik mit például az jelenleg a New York-i ügyészről beszéltünk. Ha már így kezdte, hogy ez azért valóban precedens nélküli, hogy akár egy volt elnök ellen ilyen típusú eljárás induljon. Nem tudom, hogy ezt a precedens nélküliséget, pusztán magát a kifejezést, meg hogy ez tétele az erről születő híreknek, mennyire devalválja, egyáltalán mennyire devalválja a Trump elleni eljárás erejét az amerikai nyilvánosságban, hogy Trumpot elnökként is támadták, akkor regnáló elnökként, impeachment eljárásban, ami szintén kitartott talán teljes elnöki ciklusában majdnem, ott is ez a precedens nélküliség állandóan előjött, és azzal sem, vagy akkor nem értek el semmit. Tehát nem alakul át a köztudatban valóban ilyen boszorkány üldözésé az ő támadása az amerikai köztudatban? Nincs igazából egy amerikai köztudat, ilyen politikai értelemben azért eléggé megosztott társadalom most már az amerikai, és ebből a szempontból különböző hatásokat lehet látni a felmérések, szavazások alapján is. És az egyik az, hogy tényleg, ami támogatott a republikánusok körében, ez kifejezetten népszerűvé teszi Trumpot. Tehát ez a narratíváját neki nagyon erős, hogy mindenki ellene van, azt szeretnék nagyon, hogy ne legyen elnök, ne legyen politikai tényező, és ezért mindent megtesznek, akár politikailag motivált jogi eljárásokat is indítanak ellene, tehát ez kifejezetten népszerűvé teszi. De a mérsékeltebb szavazók, most is, hogy demokraták mit gondolnak erről, az választási szinten majdnem mindegy a politikai értelemben, viszont azok, akik nem elkötelezett szavazók, azokat továbbra is ezek a tényezők a felmérések alapján azért zavarják, tehát hogy lehetnek ebből a szempontból problémák. Tehát mondjuk egy demokrata szempontból, most csak pusztán választási politikai logika mentén, azt lehet látni, hogy mondjuk Trumpot ez segíti a republikánus előválasztáson, de mondjuk a esetleges rendes választáson viszont már sokkal inkább ellene dolgozik, hiszen a bizonytalan, nem elkötelezett szavazók körében ez még továbbra is hatással bír, tehát ez gyakorlatilag egy kettős győzelem, hiszen a republikánus előválasztáson segítik azt a jelöltet, aki aztán a rendes választáson kisebb eséllyel tudna emiatt ringbe szállni, tehát ebből a szempontból politikai logika bőven van le mögött. Lehetséges, hogy nincs ilyen fénytörése az ügynek, de azért csak megkérdezem, kérdeztem már talán mást is itt a reggeli hírműsorban. Azzal, hogy Trumpnak most az ellene folyó eljárásra kell figyelnie, az Egyesült Államokból ezzel nem tud érkezni olyan hang a nemzetközi térbe, ami azt pedzegeti, hogy ideje lenne befejezni itt az orosz-ukrán háborút. Ugye a különböző kampányrendezvényeim, talán a CPAC-en mondta Trump, vagy beszélt arról, hogy egy telefonjába kerülne lezárni a vérontást. Igen, ez továbbra is fogja hangoztatni, de szerintem ez nem kerül annyira a nagy energiájába, hogy ezt ne tudná tovább is hangoztatni. Inkább abban a szempontból lehet ez módosító tényező, hogy azért a republikánus jelöltek között is ő ebben eltér azért. Tehát a republikánus jelöltek nagyobb része azért inkább a Ukrajna erős támogatása mellett van ebben a szempontban egyetértenek a demokratákkal, és ez várhatóan egy törésvonal lesz azért az előválasztási kampány folyamán, és talán ennek a törésvonalnak a jelentőségét csökkentheti, hogyha továbbra is elhúzódó tárgyalások, botrányok lesznek Trump körül, és akkor mindenki inkább erről fog beszélni, ez lesz a látványosabb, ez lesz a fontosabb téma, nem pedig az orosz-ukrán háborúhoz val kapcsolatban kialakított viszony, de abból a pontból pedig, ugye ez még azért nagyon messze van, az előválasztás is politikai értelemben elég messze van, hogy igazából nem ez az egy ügy, vagy nem feltétlenül csak az orosz-ukrán háború alakulása fogja befolyásolni, tehát nagyon nehéz még megjósolni ennek konkrétan milyen kihatása lesz. Igen, de azért az, ha már itt a botrányokat, ügyeket említi, azért az csak érdekes, hogy most nyilván így egy óceán távolságból, meg még néhány ország távolságból figyelve, hogy mondjuk a Biden családdal kapcsolatos, a kínai kommunista pártól érkezett támogatások ügye, az nem maradott az amerikai közéleti, meg média napirenden. Bizonyos, tehát a republikánusokhoz köthető média napirendjén azért ezek az ügyek azért továbbra is erősen ott vannak. Itt azért az a jelentős különbség, hogy azért itt egyrészt ezek az ügyek, amiket a Donald Trumphoz köthetőek sokkal nagyobb számban vannak, egyszerűen sokkal nagyobb számban indultak el egyáltalán nyomozások Donald Trumphal szemben. Ugye nem, ez egy viszonylag kis léptékű egyébként a többihez képest, amiben most elindult az eljárás.
Másrészt pedig az a helyzet, hogy most konkrétan elindult egy eljárás, tehát azért, hogy ilyen jogi lépések történjenek, azért az egy tényleg precedens nélküli dolog, tehát értelemszerűen ezzel többet fog foglalkozni a média, mint korrupciós gyanúsításokkal, amit minden politikus ellen gyakorlatilag minden kormányban a történelem során voltak, tehát ebből a szempontból azok úgymond hétköznapiabbak, ez pedig, ahogy Donald Trump-al kapcsolatban szinte minden, ez egy extrémet eset. Hát igen, csak miben különbözik, tehát a helyzet, még hogyha időben is, síkon is egymás mellé állítjuk őket, miben különbözik a Biden család kínai kommunista párttól érkező támogatása, meg mondjuk a Trump-al össze, ugye amiért talán az impeachment eljárás is indult ellene, a Trump-al összefüggésbe hozott orosz állítólagos támogatásnak az ügye. Tehát megmondom őszintén, itt a reggeli órákban a CNN hírtelevíziót követtem itt a interjúk között, vagy amíg a Karc FM hallgatói például zenét hallgatnak, és vagy hallhatnak, és itt kijelentő módban, tehát reggel 5 óra óta 2,5-3 órája kijelentő módban beszélnek a Trump ügyről a CNN hírtelevízió elemzői, tehát még a feltételes mód, meg a sokat emlegetett ártatlanság vélelme sincsen meg, hogyha bármelyik magyar médium így állna hozzá bármilyen folyamatban lévő ügyhöz, akkor itt azért médiahatósági eljárások tömegeivel nézne szembe. Tehát azért Amerikában erősen igyekeznek napirenden tartani, és megfelelő narratívával napirenden tartani Trump ügyeit. Igen, igen. Elsősorban azért, mert mondom, ez egyrészt nézőket vonz, már csak a prezidens nélkülisége és Trump személye miatt így egyáltalán is. Tehát, hogy a médiából leszűrni konkrétan a politikában mi a lényeges, ez természetesen a látók is ínyeszedik az információkat, tehát eznek van értelme, de hogy ebből objektív ilyen rangsort az ügyek súlyosságát illetően nagyon nehéz kialakítani, hiszen ugye nem azzal foglalkozik elsősorban, ami fontos, hanem ami érdekli az embereket, vagy amit el lehet adni az embereknek, és ebből a szempontból Donald Trump továbbra is mindent viszi, ez vitte előtt gyakorlatilag az elnökség, hogy neki nem kellett annyit befektetni a kampány, mert folyamatosan mindenki róla akar beszélni, a többi jelölt, a média, választók, mindenki, és ezzel egyszerűen mindenhol ott van, ezzel már egy komoly előnyt tud szerezni politikailag. Ugye most is igazából ez a nagy előnye a többi jelöltel szemben, és az ő nevét tényleg mindenki ismeri. Amerikában mindenkinek van róla valamifajta véleménye, és ez ilyenfajta ismertség az szinte felbecsülhetetlen értékű a politikában. Az orosz-ukrán háború az nem befolyásolja az amerikai párt preferenciákat, vagy népszerűségi listákat, helyezéseket releváns mértékben? Csak hogy akkor elszakadjunk Donald Trump ügyétől? Ja, azért nem nagyon befolyásolja az orosz-ukrán háború, egy kicsit befolyásolja, tehát igazából inkább úgy befolyásolja, hogy azt látjuk, hogy nem változnak a dolgok, mert azért Joe Bidennek egy népszerűtlenedési folyamata volt az orosz-ukrán háború kitöréséig, eszkálódásáig. Addig gyakorlatilag folyamatosan csökkent az pozitív megítélés az amerikai körében, és gyakorlatilag a háború kitörése óta ez nagyjából stagnál, ami az ő szempontjából akkor is sikerült megállítani egy ilyen negatív folyamatot. És azt látjuk, hogy miten tehát a demokrata párt szinte teljes egésze, és a republikánus párt nagy része is tulajdonképpen egyetért ebben az ügyben, ugyanúgy kiállnak Ukrajna mellett, és folyamatosan gyakorlatilag ezt az egyálláspontot képviselik. Ez igazából egy olyan téma lett, ami kevéssé megosztó az amerikai közéletben, szinte minden más témához képest, és miután ez azért tényleg egy elég fontos téma továbbra is nyilván az amerikai közéletben, és feltétlenül az is marad még egy ideig, igazából elfedi azokat a problémásabb ügyeket, amik jobban megosztanák, ami mondjuk Biden megítélését ronthatná, javítaná, vagy akár változtathatna a republikánusok megítélésén, hanem igazából befagyasztotta a preferenciákat, mert nincs olyan ügy, nincsenek olyan új viták, vagy kevésbé látnak azok a viták, amik korábban sokkal inkább az első helyen voltak az amerikai közéleti napirenden. Tehát akkor azért csak igaz az, hogy tehát az amerikai hétköznapokban az ukrajnai front azért nem látszik. Mert ami meg látszik, az meg talán a gazdasági előnyök? Szerintem a gazdasági előnyöket sem látják ilyen direkt módon, hanem itt ez egy elvi ügynek, elvi ügyként szerepel az amerikai napirenden, ahol az oroszok, mint nagy riválisa Amerikának a világpolitikában ellenük föl kell lépni általánosan, és akkor ilyen Ukrajna megvédésének
szerepe, ugye egy kisebb ország, egy nagyobb ország elleni támad, nagyobb ország kisebb ország elleni támadását elítélni, és a kisebb ország segítése, ez pedig egy morális szinten kerül be a közbeszédbe. Tehát ezek olyan szinte megkérdőjelezhetetlen alapállásnak tekinthető igazából az amerikai médiában és közéletben, pont éppen a trumpista oldal, meg a nagyon-nagyon erősen baloldali meggyőződésű politikusok és újságírók azok, akik ezt egyáltalán megkérdőjelezik, de mondjuk tényleg az elitnek a több mint 90%-a egy oldalon áll ebben, és a felmérések alapján a választóknak is egy túlnyomó többsége egy oldalon áll ebben, és nem is nagyon merül föl ebben más álláspont, így valóban elnyomja ezeket a vitákat, amik egyébként még megvannak az amerikai közéletben. De egyébként éppen ezért furcsa, amit mondott, mert ha már említettem itt a kínai kommunista párttal állítólag érkezett támogatásokat a Biden családhoz, tehát magára arra, hogy kommunizmus, arra kultúra épült az Egyesült Államokban. Filmkultúra épült az Egyesült Államokban. Az orosz-amerikai ellenállás az elmúlt évtizedekben, az elmúlt, nem tudom, még talán a világháború előtti időkben is, az egy olyan típusú hívószó volt, amin belül nyilván ugye a kommunizmus ellen, meg sztálinizmus ellen léptek föl. Tehát az amerikaiakba integrálva van a kommunizmus ellenesség, még akkor is, hogyha adott esetben definíció szerint talán nem is tudják megmondani, hogy mi az a kommunizmus. Éppen ezért meglepő csak, hogy pusztán a felvetés, hogy megjelenik a hírekben, hogy kínai kommunista párttól érkezhet támogatás az Egyesült Államokba bármelyik politikai szereplő részére, hogy ez nem vet nagyobb hullámokat. Igen, a kommunizmus elítélése az továbbra is azért elég komoly az amerikai lakosság körében, és a kínai kommunista pártnak is a konkrétan a megítélése elég rossz. Egyébként az amerikai elitben ebben is viszonylag nagy egyetértés van, tehát különböző módokon, de mindegyik azért Kínát egy nagyon nagy riválisnak tartja, aki ennek az Amerikának meg kell küzdenie. Most nemrégen volt a TikTokkal kapcsolatos meghallgatás az amerikai kongresszusban, ami egy ideig dominálta a híreket, ahol szinte egyesült a két párt a kongresszusban, és együtt támadták a TikTokot, mint potenciális kínai ügynököt. Tehát ez a fajta ellenállás továbbra is megvan. Ellenben a korrupciós ügyek, különösen a kampánytámogatásokkal kapcsolatos ügyek egyszerűen Amerikában már minimális hatással bírnak, mert miután ott ugye más a kampányfinanszírozás, legális ezek a magánjellegű támogatásoknak a rendszere, az ilyen jellegű ügyeknek a száma végeláthatatlan. Tehát, hogy az, hogy egy politikusnak konkrétan kiadott pénzt, az egyrészt nehezen felderíthető, ha pedig kiderülnek, akkor abból pedig rengeteg ilyen ügy van. Tehát erre már az átlagember szinte nem is érzékeny az amerikai politikában, sokkal kevésbé, mint azokban az országban, ahol a kampányfinanszírozás főleg állami, és akkor ott ugye egy kicsit furább, hogyha nem a központi állami költségvetésből érkezik ez a fajta támogatás, és éppen ezért mondjuk azt, hogyha egyáltalán fölmerül, hogy valami jöhetett Kínától, de hát ki tudja, hogy pontosan hogyan megjött-e, és hogy ez mit kértek. Ezek az ügyek nyilván fontosak, objektív szinten nézve, de a választók fejében ezek már nem olyan jelentős ügyek, mint más országokban lennének. Egyetlen kérdés a végére az, hogy Joe Biden ellen egyáltalán kiszivárognak ilyen hírek, amik az ő érdekköreiről vagy családjának visel dolgairól szólnak. Lehet-e annak az előszele, hogy a demokraták soraiban sem egyértelmű, hogy őt akarják-e újrázó elnöknek. Bár ugye azt mondják, hogy az Egyesült Államokban, hogyha egy regnáló elnök bejelenti, hogy újraindul, nyilván az első ciklusában, akkor nem fekszik neki keresztbe a pártja, tehát hogyha Biden indulni akar, akkor felsorakoznak mögé? Igen, ez szokott lenni általában a helyzet, és ez a Joe Biden most szinte direkt mondta, hogy ezt ő meg akarja pályázni újra az elnökséget. És rendes ugye azért az ő népszerűsége a háború óta, és azóta való intézkedéseik kevésbé voltak problematikusak, mint a politikai értelemben, mint a korábbiak. Tehát a népszerűsége az nem romlott ebben az időszakban. Ilyen népszerűséggel, ami most Bidennek valami nem egy kifejezetten magas, de nem is annyira kirívóan alacsony, mint ami megjósolható volt az afganisztáni kivonulás idejében. Nagyon furcsa lenne, ha bárki elne indulna, ráadásul nem is nagyon van igazából egy ilyen egyértelmű demokrata ellenjelölt. Ugye az regnáló elnök ellen elinduljon a pártjából valaki egy előválasztáson, az utoljára Ronald Reagan próbálkozott ezzel, sikertelenül tette ezt azért, amikor megpróbálkozott vele 1976-ban, tehát, és azon kívül
tulajdonképpen erre nem ismerünk példát a második világháborút követően, úgyhogy ez igazából szinte kizárható, hogy ez megtörténjen, hogyha Biden akar indulni, és most nagyon úgy tűnik, hogy ez most már bejelentette, de ettől függetlenül Biden ellen is nyilván még dolgoznak erők a demokrata párton belül, nyilván a megosztottság azért nem számolódott föl attól, hogy kicsit sikerült megőrizni a népszerűségét, tehát ezeket a problémákat a demokratáknak továbbra is fel kell dolgoznia, de a republikánus belső viták sokkal jobban láthatóak lesznek a következő választás során, hiszen ott konkrétan ez előválasztás számos jelöltel, és hát Donald Trump valami mindig egy kicsit felerősíti ezeket a hangokat.